Az operaház felújításának elhúzódása miatt nem kezdheti meg az új évadot a társulat az Andrássy úti épületben. Oda leghamarabb 2 év múlva költözhetnek vissza, addig továbbra is az Erkel Színházban maradnak. Ókovács Szilveszter főigazgató azt is szeretné elérni, hogy a társulat tagjainak fizetése versenyképes legyen a hasonló első vonalbeli magyar kultúrintézményekben dolgozók fizetésével. Szeptember 27-én, vagyis pénteken lesz 135 éves az operaház. A társulat tavaly még úgy gondolta, ezt az évadot már az Andrássy úti épületben kezdik. És talán az is terben volt, hogy ott köszöntik a már 50 éve náluk vezénylő Kossuth Díjas karmestert is. Nem így történt. Mindennek az Erkel Színház adott otthont. Sokáig szólt a Taps az egyik legrégebbi társulati tagnak. Medvecki Ádám 1970. december 13-án vezényelt először az operában. Nekem ez tényleg ez otthonom, ez a színház. Nem csak úgy, hogy nagy szavakkal, hogy én valóban itt otthon érzem magam. Amikor csak belépek ebbe a színházba, akkor ezt a magaménak érzem. A főigazgató szerint az állam nehezen érti meg, hogy miért kell sokkal több pénz az operára, mint a többi színházra. És azt is el kell magyaráznom, hogy ha 10-szer több ember kell egy operához, mint egy prózai színház, akkor legalább a 10-szerese kell a forrásoknak is. Ez egy nehéz munka, mert a pénzügyekre mindenki érzékeny, és az elődeimnek is nehezen sikerült, de kész vagyok rá, hogy a továbbiakban is ennek a meggyőzésnek az egyik partnere legyek, és remélem a kultúrás kormányzat lesz a másik. Lehet azt mondani, hogy pénzügyi gondok vannak, mert hogy itt most türelmet kért a társulattól? Hát pénzügyi gondunk olyan értelemben nincsen, hogy az opera az sosem tartozik, tehát évvégén mindig tartozásmentesen fordulunk. Annyiban van pénzügyi gond, hogy szeretnénk, hogyha a nálunk dolgozók fizetése az pariban lenne a hasonló első vonalú magyar kultúrintézményekben dolgozókéval, és ez ügyben van némi lemaradás. Szóba került a mindennapos éneklés is, amelyet az operaház támogat, és már össze is állítottak egy példatárat minden iskolai napra. Ez 222 könnyen megtanulható mű.